Az Önkormányzat Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának hatáskörébe tartozik a költségvetés út, híd, járda, közvilágítás fejlesztését szolgáló keret felhasználása. A bizottság az idén több új gyalogátkelőhely kialakítását is finanszírozza ebből a forrásból. Összesen 21 millió forintról döntött a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság. Ebből a megvalósuló gyalogátkelő helyeknél nem elsősorban a gyalogátkelő hely felfestése az elsődleges, és nem ez a költsége a dolognak, hanem minden gyalogátkelő helynek egy komoly megvilágítása van, hogy éjszaka, amikor a közlekednek az autósok, akkor jobb, hamarabb észrevegyék a gyalogátkelő helyeket. Ezzel a városban több olyan helyen létesülhet gyalogátkelő hely, ahol erre az igény korábban már megfogalmazódott. Az egyik ilyen egyébként a Stromföld lakótelepet és a Minerva lakótelepet összekötő 8 méteres utat keresztező gyalogátkelőhelynek a létesítése. Szintén régóta várat magára a Hunyadi János úton történő gyalogátkelőhelynek a létesítése, ott egy elég hosszú szakaszon nincsen gyalogos átkelőhely. Az Erkel Ferenc utcában a templom előtti részen szintén régóta nincs gyalogátkelőhely, ez is most megvalósul. Ezen kívül a Jókai úti buszmegállónál, a Dolgozók útján, a Dugovics Titus utca és a Nagy Lajos utca között létesül új gyalogátkelőhely. Ezek mind akadálymentesítettek lesznek.